Az egykori malomépületen napokban megkezdett kivitelezői munkák egyelőre még nem jelentik az évek óta húzódó fejlesztés teljes körű megvalósításának újraindítását. Amik most mennek, most vannak folyamatban, ezek egyelőre állagmegóvók és olyan munkálatok, amelyek elősegítik a további, a jövőben elinduló fejlesztéseket. Az úgynevezett koporsófödén betonozását végzik a szakemberek. A polgármester által elmondottakat Balogh Béla alpolgármester televíziónk stúdiójában egészítette ki. Utalt az egykori malom, majd zeneiskola projekt megyei szintű támogatásának meghiúsulására is. Mi a tavalyi év során úgy készültünk erre, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni. Az közismert, hogy a megyei közgyűlés 1 milliárd forintot, amelyet erre ítélt meg, minden megalapozottság nélkül elvett a várostól. Tehát gyakorlatilag azt a forrásnak a nagy részét, amely erre, vagy azt a második meghatározó lábát, amelyel ezt el lehetett volna készíteni. Mint emlékezetes, a megyei közgyűlésben éles vita bontakozott ki a fejlesztésről, a támogatás más célra csoportosításáról, illetve arról, hogy az együttműködés kinek a hibájából lehetetlenült el. Semmilyen pályázat benyújtására nem került sor Jászberény város önkormányzata részéről, sem konzorciumban, sem önállóan. Éppen ez okozza azt, hogy elállunk ettől a kezdeményezéstől, hiszen másfél év alatt a városnak nem sikerült eljutnia odáig, hogy a korábban az emlékeztetőben vállalt kötelezettségek nem tett eleget a város. Az a tervezési program, amelyet egy év alatt sikerült kimunkálni a városnak, az írd és mondd hetes oldal. Egy egymilliárdos projektről beszélünk. Ebből a hét oldalból kettő a malom épületnek a történeti összefoglalása, hogy mikor épült 1882-ben, több ütemben bővítették, stb. Azt hiszem, hogy egy év együttműködés alatt, amikor a Vármegyei Közgyűlés a vállalt feladatainak tekintetében eljut odáig, hogy az ITP-t kimunkálja, alkalmassá teszi arra, hogy olyan felhívás jelenjen meg, amely majd be tudja fogadni ezt a projektet, és ezt behozza a közgyűlés elé, az idei év április 3-án tartott közgyűlésen el is fogadja a közgyűlés. Cserébe viszont kap egy 7 oldalas anyagot, amiből tulajdonképpen 5 oldal szól a tervezésről. Nincsen konzorciumi szerződés. Tehát a konzorciumi szerződést azt úgy kellett volna idehozni a közgyűlés elé, mint ahogyan a mostani, én sem szóltam közben a elnök úr, ahogyan a mostani kampusszal kapcsolatos megegyezést, ez nem történt meg, itt nem mi hibáztunk a elnök úr. Itt van nálam több ezer jászberényi aláírása, amely egyértelműen kifejezi a város igényét, amellyel önök most egyértelműen szembe mennek. Jászberény alpolgármestere a napokban televíziónknak nyilatkozva megerősítette a város szándékát, hogy a támogatás elmaradása ellenére is szeretnék befejezni a beruházást. A tervező munka nem állt meg, ugyanakkor a kivitelezés szakaszolásában gondolkodnak. Azt kértük a tervezőktől, hogy bontsák meg két műszakilag elkülöníthető ütemre, és meglátjuk azt, hogy az egyik ütemmel mit tudunk kezdeni, a másik ütemmel mit tudunk kezdeni, és valóban tudunk-e menet közben olyan pályázati forrásokat, egyéb támogatásokat szerezni, amellyel egy komplex és egy nagyon szép új zeneiskolát tudunk létrehozni. Abban bíznak, hogy a következő ciklusban előre tudnak lépni az új épület kivitelezésében. A következő ciklusban minden feltételt megpróbálunk megteremteni annak érdekében, hogy az első ütem elkészüljön. Ezáltal tulajdonképpen a nagy terem funkcióját el tudja látni, és minden olyan ahhoz kapcsolódó bevételt is teremtő, meg egyéb lehetőséget teremtő környezet alakuljon ott ki, amely már önmagában egy működőképes beruházást fog biztosítani. Az ehhez szükséges előkészítő munka zajlik most, és a tervezői költségbecslés ismeretében dolgozzák ki, hogy mikorra lesz esély a beruházás lezárására.